Sikeresen megvalósult az az összefogás, mely új virágágyások kialakítását tette lehetővé a Félegyházi Kórház előkertjében. A jótékonysági akció előtt a kórház vezetőjét kérdeztük. Nagyon szeretném megköszönni mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy a virágoztassuk fel a kórházunk akció az jó sikerüljön. Nagyon-nagyon sok pénz összegyűlt, és ez egy olyan képet fog a kórház külsejéhez adni, ami bízunk benne, hogy a belső tartalmat is egy picit erősíteni fogja. Ez ugye jobb környezetben, szebb környezetben a gyógyulás is könnyebb, mondjuk azt. Ez fog holnap megtörténni, ennek a konkrét ültetése. A mai napon elkészültünk a teljes előkészületekkel, megvannak a tervek, amit külön köszönök a kertésznek is, és mindenkinek, akinek aktívan részt vett ennek a szervezésébe, és előre köszönöm azoknak a munkáját, akik eljönnek és fizikailag is megteszik a dolgokat. Sajnos is jó magam egy jótékonysági szűrővizsgálatra Erdélybe fogok utazni hajnalba, ezért nem tudok részt venni, de bízok benne, hogy a szelleme, a jótékonysági szelleme itt is jelentkezni fog. És bízunk abba is, hogyha következőnek találkozunk, akkor már kinyílt virágokat fogjuk látni, plusz azt, hogy már az új rész is működik. Május 7-én többen eljöttek a kórház udvarába, hogy részt vegyenek a felajánlásokból összegyűlt növények elültetésében. A Kiskunfélegyházi Boldogság Klub csapata is segítséget vállalt a kertészkedésben. 9-en vagyunk jelen a Boldogság Klubból, és hallottuk, hogy milyen összefogás készült, illetve indult, hogy a városkórházának a parkja minél szebb legyen, ezért úgy gondoltuk, hogy csatlakozik a Boldogság Klub, segít ennek a kiültetésében. Esetleg van ilyen küldetésetek? Így van, a Boldogság Klub a Jobb veled a világ alapítvány küldetését és programját viszi immár a második évadban, és tulajdonképpen ez a küldetés az emberek lelki, testi, szellemi életének a fejlődését segíti elő, ösztönzi a tudatos jó cselekedetekre, a pozitív gondolkodásra, ehhez ad napi útmutatást, és az egyik ilyen gyakorlatunk, boldogságfokozó technikánk, amit a programban viszünk ki már 2 éve, a jó cselekedetek gyakorlása, és ezt több alkalommal megtapasztaltuk, hogy milyen jó leső érzés, milyen jó boldogságfokozó technika, és hasznosnak érzi ilyenkor az ember magát, egy jó leső érzést tölti el, jobb adni, mint kapni, ahogy a mondás is mondja. És mikor a többiek meghallották, hogy lehetőség van arra, hogy mi is csatlakozzunk ehhez a kezdeményezéshez, akkor nagyon szívesen vállalták, és most itt vagyunk, az idő is kedvező számunkra, és boldog mindenki. Az eredményes munka után a kórház gazdasági vezetője foglalta össze a nap eseményeit. Egy nagyon jó hangulatú délelőttöt tudhatunk a hátunk mögött. Elültettük azokat a virágokat, amit a város lakosainak jóvoltából a kórház megkapott. Több mint 30-an voltunk. Voltak kórházi dolgozók, nagyon lelkes kis csapattal megérkezett a Boldogságklub, sőt volt egy anyuka a kisfiával, aki szintén nagyon jókedvűen segédkezett nekünk a virágültetésben. Elültettük mind a 200 tő virágot, sőt pluszban jöttek felajánlások, árvácskát kaptunk, még szőlővirágot kaptunk, kánnát kaptunk, ezeket is elültettük. Elkezdődik a gondozásuk, és szerintem hamarosan látszani fog, hogy milyen szép lett a kertünk. A munka mellett azért volt egy kis lehetőség ismerkedésre, beszélgetésre, és a Fornetti jóvoltából pogácsáztunk is egyet. És még egyszer szeretnék megköszönni mindenkinek a segítséget, azoknak is, akik felajánlással segítettek, azoknak is, akik a munkájukkal segítettek ma nekünk. A régi beton virágládáinkat is teliültettük, jelentős részükben évelő növények vannak, illetve hogy egy kicsit színesebbé is tegyük, oda tettük a szőlővirágokat, és aki most belép a kórházba, egy ilyen virágos úton lép be, és szerintem jó kedvre derít mindenkit.